Tisztelettel köszöntök mindenkit! Ma a Novikomiról szeretnék egy pár szót szólni, mégpedig van egy konkrét alkalom, hogy miért. Ezen a számlán, mint látható, ez egy élő számla, Trécskónál, Attilának a nevén van, fut a Novikom robot H4-en és M5-ön. H4-en nagyon ritka a trade, mert nagyon meg vannak szigorítva a dolgok. M5-ön már egy picikét könnyítve van, tehát ott több trade-ünk van. Az alkalom, amiért most éppen ezt bemutatnám, az az, hogy június végén, tehát gyakorlatilag 29-én volt ugye az utolsó hozzányúlás ehhez a számlához, akkor 9000 körül tartott, akkor még Attila rátett még, úgyhogy olyan 15000-től indultunk július elején, és mint látjuk, jelen pillanatban 22192 a haszon, ugye? Ami azt jelenti, hogy az, ami 15000-rel indult, az most 37000-nél tart. Hogyha most egész egyszerűen elővesszük a számológépünket, és megnézzük, hogy ha a 37-et elosztjuk 15-tel, az 2,46, vagyis 246%, tehát 146% plusz, hogy így mondjam. Gyakorlatilag meg van duplázva a számla, és még a fele még hozzá, hogy úgy mondjam. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy eléggé meggyőző eredmény, élő számlám, mint mondhatom. Aki kereskedik vele, annak felhívnám a figyelmét arra, hogy csak türelem, türelem. Ugye itt lehet látni, voltak vesztőt rédek is. Nem is egy. Nem baj, nem baj. A nyerőt rédek azok viszont olyan brutális nyereséggel végződik némelyik, mint például az utolsó, ugye, hogy bőven visszahozza azt, amit a vesztőt rédek elvisznek. Ez volt az utolsó nagy nyerőt rédünk, ugye. Ez egy M5-ös trade volt, ami egészen sokáig le tudta követni ezt a nagy mozgást. Még mehetett volna tovább is, de hát a robot így bezárta, mert hát ez volt beleprogramozva. Úgyhogy felhívnál a figyelmet arra, hogy utólag meg lehet rendelni, mégpedig itt a lezajlott webináraknál a szemináriumnak azt a részét, na, menjél oda, a szemináriumnak azt a részét, ahol bemutatom ezt részletesen, még egyszer, a Novikomot, ami ugye nem más, mint az Ingolfing Plus stratégiának egy új verziója, és ahol M5-ön még egy pár trükk bele van programozva a blogban, úgyhogy itt meg lehet rendelni gyakorlatilag az egész szemináriumot akár még egyszer, tehát ezt most szétbontottam három részre, mert ugye egy 4-5 órás videó az rettenetes mennyiségű adatot tartalmaz, amit a különböző szerkesztő programok nagyon nehezen tudnak elviselni. Úgyhogy én lebontottam három részre, úgyhogy meg lehet külön rendelni a júniusi szeminárium három videóját robottal együtt, aztán robot nélkül is meg lehet rendelni, és akkor meg lehet rendelni azt a részt, amikor én a Novikomi stratégiáról beszélek, és a robotot is hozzá, az 299 euróba kerül ez esetben. Erről szerettem volna beszámolni, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra, a trend legyen velünk!